a hit kapuja. Boldogok, az ó, jó, 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 jó. Székely János, püspökatya és kindelmond győző hitvédelmi műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A következő órában, mint ahogyan azt már megszokhatták ebben az időpontban, a Hit Kapuja című hitvédelmi műsort hallhatják Kindelman győzővel. Mivel Székely János püspök atya egyéb elfoglaltságai miatt ma nem lehet jelen, műsorunk ma nem párbeszédes formában zajlik majd. A felvilágosodás kora óta nagyon sokan felemlegetik az egyház történelmi bűneit, és ez az utóbbi évtizedekben még gyakoribbá vált. Természetesen egyházi személyek követtek el bűnöket, ezt le kell szögeznünk, Második János Pápa például nyilvánosan bocsánatot is kért ezekért az egyház nevében, de vannak olyan esetek, amelyeket ha jobban megvizsgálunk, azt láthatjuk, hogy bizony igaztalanul vádolták és vádolják az egyházat. A mai alkalommal egy ilyen esetet szeretnénk közelebbről is megvizsgálni. Az egyházat gyakran nevezték már a tudomány és a haladás kerékkötőjének, és ezzel kapcsolatban talán az egyik leggyakrabban felhozott példa Galileo Galilei esete, akit a tudomány mártírjaként tartanak számom. Ha azonban a csupasz tényeket megvizsgáljuk, egy egészen másfajta kép bontakozik ki előttünk. Műsorunkban ma erről fogok beszélni, és forrásként Mihály Hézeman Sötét alakok című könyvét használom, amely a katolikus egyházzal kapcsolatos hamis mítoszokat, legendákat és hazugságokat mutatja be, és tárja fel az igazságot. Az 1564-1642 között élt Galileo Galilei Pizában született, elszegényedett kereskedő családban. Eredetileg bencés szerzetes szeretett volna lenni, de apja orvosi pályára küldte, pénzt kellett keresnie. Négy év után megszakította tanulmányait, és szülei heves tiltakozása ellenére Firenzébe ment, hogy valódi szenvedélyének, a matematikának szentelhesse magát. Osztílió Ricci matematikus lett a tanára. Galilei hamarosan előadásokat és magánórákat tartott, miközben elvégezte a gravitációval kapcsolatos első kísérleteit. Ezekről szóló első publikációját a kor nagy tudósainak is elküldte. Egyikük, Christoph Klávius, német jezsuita atya és matematikus, fölismerte a 25 éves fiatal tehetségét, kritizálta azonban az elhamarkodott következtetésre való hajlamát hogy ebből kisegítse egy másik jezsuitához a logikával foglalkozó Paolo Vallához irányította, aki a római jezsuita kollégiumban tudományos módszertant oktatott. 1590-91-es írásaiban Galilei szinte szó szerint átveszi gondolatait. A tanult szerzetesekkel való kapocs inspirációnak bizonyult – Általuk került kapcsolatba a kor divatos témájával, a csillagászattal, és segítségükkel értette meg, hogy a tudomány és a hit mennyire harmonikusan létezhetnek egymás mellett. Bár akadémiai fokozata nem volt, jó kapcsolatainak köszönhetően 1589-ben szerényen jövedelmező katedrát kapott, és a matematika lektora lett Pízában még mielőtt 1592-ben sikeresen megpályázta volna a padovai matematika professzori állást. Ferdesíkokkal foglalkozott, a megállapítás, mely szerint ezekbe a pízai ferdetornyot is bevonta csupán legenda. Tanulmányozta az inga mozgást, kifejlesztett egy kezdetleges hőmérőt, és gondolkodott egy inga óra megtervezésén. Amikor a német Johannes Kepler korának legnagyobb csillagásza 1596-ban egy heliocentrikus világképről szóló értekezést küldött el neki, Galilei spontán föllelkesült. Kopernikuszt kinevezett tanárunknak nevezte, és megállapította, hogy már régóta meggyőzte őt az új tanítás. Valójában azonban egy évvel később megkérte egyik barátját, tegye számára világossá a geocentrikus világkép okait – Galilei még 1606-ban publikált egy tanulmányt a geocentrikus nézetről, amelyben ellenőrizetlenül sorolt föl érveket amellett, hogy a Föld az univerzum középpontja. Az, hogy Kopernikus közülük már sokat megcáfolt, számára oly ismeretlen volt, mint Tycho Brahe érvelése, akit Klávius második ként ünnepelt. Kepler csodálkozva írt neki magyarázatot kérve, de két éven át nem kapott választ. Egy bolonyai professzornak végül bevallotta, hogy sohasem olvasta Kepler könyvét. Az 1604-es szupernova, mely ma Keplerről van elnevezve, minden esetre kétessé tette számára a létező világképet. Mivel semmiféle változást nem tudtak megállapítani, Galilei arra a következtetésre jutott, hogy a csillagnak nagy távolságra kell lennie a Földtől. Ő ugyanis a csillagok mozdulatlan szférájában hitt. A geocentrikus világkép szerint a Földet különböző szférák veszik körül, melyek közül a legtávolabbit, a fix csillagszférát eddig változatlannak tartották. Az új megfigyelés mindezt egyértelműen cáfolta. Galilei egy aránykörző forgalmazásával, mely a Logarléc előfutára volt, némi mellékes jövedelemhez jutott, és megírta a hozzávaló használati utasítást. Midőn a milánói Baldessar Capra a szöveget latinra fordította, elmulasztotta megnevezni a szerzőjét. Galilei ezen joggal háborodott fel. Capra elnézést kért és felajánlotta a hivatalos helyesbítést. De Galileinek ez nem volt elég, az akadémiai bíróság elé hurcolta, és elhatározta, hogy társadalmi szempontból is ellehetetleníti. Közben kijelentette, hogy ő maga találta föl az aránykörzőt, ami szemenszedett hazugság volt, és kapra akadémiai tanárát igen illetlenül irigy ellenség, ördögi tanácsadó, az emberi nem gyűlölője és harapós, hazudós kígyó jelzőkkel illette. A gyűlölködő pízai nagyjából ezzel egy időben szerzett tudomást egy lélegzetelállítóan új találmányról, a távcsőről, melynek elméleti alapjait Della Porta vetette meg 1590 körül. A holland Zacharias Janssen 1604-ben megépítette, majd 1608-ban először mutatták be a frankfurti vásáron. Galilei egy évvel később alkotta meg első teleszkópját és mint saját találmányát egy külön erre szakosodott szakemberrel sorozatban gyártatta, jó üzletet csinálván belőle. Az egyik készüléket a velencei Dózsénak is elküldte, akinek nagyvonalúan átadta a háborúkban és a tengerészetben oly hasznos eszköz eszközgyártásának monopoljogát, melynek következtében professzori fizetése hirtelen megduplázódott. A lagúnák városában azonban hamarosan kiderült, hogy a távcső szabadalma nem galileié. A nyakon csípett tudós fölháborodva hagyta el Padovát, és Firenzébe ment. Kedvesét Maria Gambát elhagyta, két leányát Kolostorba küldte, fiát pedig magával vitte Firenzébe. Galilei 1610-es könyve, a csillagászati hírnök, mint egy kinyilatkoztatássá vált. A bolygók, melyeket azelőtt csak az égen lévő fényeknek láttak, ugyanazokat a tulajdonságokat mutatták, mint a föld. Volt felszínük, holdakkal voltak körülvéve, amelyek körülöttük keringtek, mint a hold a föld körül. Ebből Galilei arra következtetett, hogy a föld is csak olyan bolygó, mint a többi, a nap körül kering, melynek ezáltal az univerzum központjának kell lennie. Úgy tűnt tehát, hogy megfigyelései igazolják Kopernikus téziseit. A könyv gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra híressétette a pízait. Az első kiadást csupán néhány nap alatt elkapkodták. Fölfedezéseitől lelkesültem Firenze nagyhercege, második Medici Cosimo, Galileo Galileit udvari matematikusává tette. Megérte, mivel a csillagász a Jupiter általa fölfedezett négy holdját Medici bolygóknak keresztelte. Amikor olyan filozófusok, mint a firenzei Ludovico delle Colombe, vagy a pízai Vincenzo di Grazia hevesen támadták, új munkaadója azt tanácsolta neki, ne menjen bele semmilyen nyilvános vitába. Hamar fölismerte ugyanis, hogy Védence milyen forró fejű. Galilei 1611-es római utazása diadalmenet volt. Ha a római köztársaság korában élt volna, a kapitóliumon emeltek volna neki emlékművet, írta Del Monte bíboros. Ünnepélyesen fölvették a Hiúzok Akadémiája tagjai közé, melyet egy gazdag római alapított a fiatal tudósok támogatására, hogy párbeszédbe vonja őket az egyházzal. Az akadémiának több bíboros tagja volt, engedélyükkel és a hiúzok pénzén a későbbiekben galilei több művét publikálták, köztük a két évvel későbbi napfoltokról szóló tanulmányát is. A jezsuita kollégiumban találkozott öreg barátjával és protektorával, Klávius atyával, aki tiszteletére akadémiai ünnepséget rendezett, és beszélgetéseket folytatott a rend csillagászaival, akik arra biztatták, hogy folytassa munkáját nemesek és bíborosok is tolakodtak, hogy távcsövén keresztül láthassák a Jupiter holdjait. Csak Firenzében fogadta őt heves ellenzék. Delle Colombe időközben egy írást adott ki a Föld mozgása ellen címmel, ahol Galilei szemére vetette, hogy empirikusan és nem deduktívan dolgozott. Arisztotelész követőinek az antik tudás minden ismeret csúcsát jelentette, a klasszikus szövegek filológiai interpretációja pedig az egyetlen legitim tudományos metodikát. A távcsőbe pillantás a természet megfigyelése számukra elhibázottnak tűnt. Emellett, és ez volt az ő aduja, a Biblia is kizárta, hogy mozog a föld, hiszen ez áll a 104. Zsoltárban, a földet biztos alapra helyezted, nem inog meg az idők folyamán. Ezek szerint Galilei nem csupán Arisztotelész, de a Szentírás ellenfele is volt. Ez ismét megütötte a firenzei domonkosok fülét, akik mindennel, amit Róma jóvá hagyott, szkeptikusan szembeálltak. Még mindig nem bocsátották meg a szentszéknek, hogy a fanatikus vezeklő prédikátort Szavonarolát 1498-ban a Borgia pápa VI. Sándor sürgetésére eretnekként, szakadárként, a szentszék megvetőjeként mágián elégettették. Ezért hát prédikátoraik szitkozódtak a kopernikuszi világkép ellen, mely összeegyeztethetetlen volt az ószövetséggel, és éppen ezért eretnek. Galilei csípős támadásokkal reagált, melyel azonban veszélyes vizekre elvezett. A domonkosok szemére vetette, hogy a Bibliát nem szó szerint kell értelmezni. Ezt aztán heves tiltakozások követték. A rend egyik prédikátora, Caccini följelentette Galileit a római inkvizíciónál. A kongregáció elutasította a panaszt. Döntésük indoklása így szólt: Galilei nem vét a törvény ellen, ha nyilatkozik. Caccini fellebbezett, de újból kudarcot vallott. Ekkor rendtársaival megegyezve új stratégia mellett döntött. A firenzei rendtagok együtt terjesztették a Szent törvény elé Kopernikus két kijelentését, melyeknek a teljes tanítást reprezentálniuk kellett volna bemutatták, hogy ezek mennyire ellentmondanak a Szentírásnak és a heliocentrizmus megátkozását szorgalmazták. 1615. decemberében Galilei saját kezdeményezésére és a mediciek költségén Rómába utazott, ahol a Firenze rezidencián lakott. Gyakori hangos és agresszív fellépésével azonban nagyon sokat ártott ügyének. A firenzei követnek hamarosan kínossá vált, hogy az udvari tudós milyen tolakodóan próbálja mindenkire ráerőszakolni vitatott véleményét aggódva írta a nagyhercegnek, hogy bosszankodást vált ki, és lehet, hogy nehéz helyzetbe hozza magát. Minduntalan el kellett szenvednie, hogy szemére vessék, le akarja rombolni a hagyományos világképet anélkül, hogy az újat bizonyítani tudná. Ez kétség kívül igaz volt. Az arisztotelészi világképben a mennyei szféra tökéletes volt, de Galilei a napfoltok megfigyelésében bizonyítékát látta annak, hogy mégsem az. Az arisztotelész követők azonban ellent mondhattak neki, a foltok lehetnek idegen testek is, melyek a föld és a makulátlan nap között helyezkednek el. Galileinek Alessandro Orzini bíboroson keresztül azért sikerült kifejteni a téziseit a pápának. Azonban legerősebb érve, hogy az árapály bizonyítja a föld mozgását, bizalmatlanságba ütközött. Arra akadt más magyarázat is. Ma már tudjuk, hogy Galilei itt tévedett, Ötödik pálnak viszont, ha csak szkepszisében is, de igaza volt. Az apály és a dagály a hold gravitációjának, és nem a föld rotációjának, körforgásának az eredménye. Végül a pápa úgy döntött, hogy mindenképpen elkerüli a tudományos vitát, mely az egyházi békét veszélyeztetheti. Majd a jövő megmutatja, melyik világkép a helyes, hiszen még semmi sem volt bizonyítva. Így 1616. február 23-án kihirdették az ítéletet. A panaszosoknak igazuk lehetett abban, hogy a két kopernikuszi kijelentés ellenkezik a Bibliával. A heliocentrizmus az eretnekség gyanújába keveredett, mégis elkerülték, hogy egyértelműen elítéljék Kajetáni és Barberini galilei barátainak közben járására. Ehelyett Kopernikus egyik főművét, az égitestek körforgásáról címűt kiavításáig indexre tették. Három nappal később Bellarmino főinkvizitor végül Galileit is irodájába rendelte. Ott, miként az utólagos jegyzőkönyv tanúskodik róla, figyelmeztette őt, hogy adja föl hamis véleményét. Egy ilyen figyelmeztetés a római inkvizíció ítélkezésének legenyhébb formája volt. Ha parancsot mondtak volna ki, akkor nem taníthatta volna többé a kopernikuszi rendszert, a figyelmeztetés ennek eldöntését átruházta saját felelősségére. Bellarmino minden bizonyal gyorsan döntötte mellett a gyöngítés mellett, azt ajánlotta a csillagásznak, hogy a jövőben meglátását hipotézisként és ne abszolút igazságként mutassa be azzal az igénnyel, hogy fogalmazzák át a Bibliát. A tudományos kutatás ugyan ide fog majd vezetni, de az arisztoteliánusok így megnyugszanak ha egyszer megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá az új világképet, még akkor is lehet arra gondolni, hogy a Bibliát nem csak szó szerint lehet értelmezni. Galilei írásban megerősítette, hogy senki sem kényszerítette őt a kopernikuszi tanítás megtagadására, sem vezeklésre. Per nem folyt ellene, nem ítélték el. Június elején egy pápai audiencia után abban a szilárd meggyőződésben tért vissza Firenzébe, hogy most rehabilitálták. Vendéglátója a firenzei követ, aki kicsapongó élete és költséges életmódja miatt panaszkodott miatta, végre föllélegzett. Semmilyen utalás nincs arra nézve, hogy az inkvizíciós eljárás kimenetele galilei munkáját a legcsekélyebb mértékben is akadályozta volna. A harcias egoista továbbra is a maga szenvedélyével képviselte a heliocentrikus nézetet. Emellett tréfálkozott, utalva arra, hogy az egyház szívesen venné, ha Kopernikus tanítását, melyhez még gyengének érzi magát, költeményként vagy álomként kezelhetné. 1620-ban az indexért felelős vatikáni kongregáció kiadott egy dekrétumot arról, milyen feltételek és kiigazítások mellett jelenhetnek meg a kopernikuszi iratok. Galilei számára egyértelműen szerencsés volt, hogy 1623-ban Maffeo Barberini firenzei bíborost választották pápává. Nyolcadik Orbán, ahogyan azután nevezték, magasan képzett és nyitott ember volt, több nyelven folyékonyan beszélt, humanista és a Hiúzok Akadémiája kimondott támogatója volt. Húsz évvel ezelőtt Galilei az ő számára újította föl a Traziménói tavat, Galilei házasságon kívüli leányainak pedig ő keresett Kolostort. Ismerték, kedvelték egymást, közös érdeklődési körök is volt, a kémia. Ugyanebben az évben adták ki a jezsuita matematikus Horáció Grassi művét, a csillagászat és filozófia könyvét, mely bár elhatárolódott a geocentrikus világképtől, galilei bizonyításának hiányosságait is kritizálta. Grassi az üstökösök megítélésében is ellentmondott neki, Galilei ugyanis úgy gondolta, hogy azok csak a felső atmoszféra látható jelenségei. Valójában itt olyan anyagi objektumokról van szó, amelyeknek az égen megvan a saját keringési pályájuk, vallotta a jezsuita. Ma már tudjuk, hogy Galilei itt is tévedett, és Grassinak volt igaza. Grassi ignoráns, pedáns, rosszindulatú, balga, nagyon ostoba, minden ökrök legnagyobbik hazug és csaló, szitkozódott Galilei forrongva dühében, s nyomban kiadott egy elleniratot, az Aranymérleg címmel, melyet igen okosan a pápának ajánlott. Ebben találjuk azt a mondást, amely szerint a filozófia és természettudomány a természetkönyvében foglaltatik, és ezt a könyvet a matematika nyelvén írták. Geometriai ismeretek nélkül minden szava érthetetlen. Különben a mű épp oly zseniális volt, mint amilyen kegyetlen polémia, brilliánsan és viccesen megírva a skolasztikus és érvelés paródiája, mely kacagtató sikert aratott az itáliai értelmiségiek körében. Grassi, aki Galileit korábban tudományosan támogatta, és a római jezsuita kollégium, mely oly szívélyesen befogadta, és mindig megvédte, a másik oldalra álltak. Bár még mindig nyíltan szemben álltak a heliocentrikus világképpel, a Pízaival leszámoltak. Sértődötten vették tudomásul, hogy az aranymérleget a hiúzok publikálták, és hogy a pápa egyik bizalmasa a domonkos Riccardi adott a műnek nyomtatási engedélyt. A következő évben Galileit meghívták Rómába egy pápai audienciára. Nyolcadik Orbán azokkal a szavakkal fogadta, hogy az 1616-os dekrétumot sosem adták volna ki, ha ő akkor már pápa lett volna. A pízai erre úgy nyilatkozott, hogy írni szándékozik egy könyvet, melyben semleges módon világítaná meg a világot leíró különböző rendszereket, köztük a Kopernikusit is. A pápának nem volt kifogása ellene, mindaddig, amíg a különböző rendszerek egyenértékű hipotézisekként kerülnek bemutatásra, Anélkül, hogy egy is előnyben részesülne. Fölvértezve azzal az írással, melyben a pápa őt legkedvesebb fiának nevezte, Galilei visszatért Firenzébe, hogy azonnal munkához lásson. Négy évvel később elkészült a tervezett mű, melynek Galilei a dialógus címet adta. Hogy népi olasz nyelven és nem a tudósok latinján íródott, azt mutatja, hogy most nagyobb publikum felé fordult. Emellett erősen telítve volt harapós szatírával, amelyen a csillagász annyira jól értett. A tartalma három fiktív személy arról vitatkozik, hogy melyik világkép a helyes. Szálviáti Galilei szócsöve, Sagredo egy magasrangú méltóság, aki szívesen hagyja magát meggyőzni az új tanítás érvényességéről, és Simplicius a naív tradicionalista, aki Aristotelész elavult gondolkodásának a rabja. Salviati érvelésének a középpontjában természetesen ismét a valójában hamis árapályelmélet áll. A mű eredeti címe ez lett volna: Dialógus az árapályról. Ezen kívül megjegyezte, hogy csalók elvitatták tőle a napfoltok felfedezését, és mint sajátjukat adták ki. Nyilván nem tudta, vagy nem akarta tudomásul venni, hogy Seiner, Heriot és Fabricius is megfigyeléseket végzett ugyanakkor, és azokat rögtön publikálták is. Amikor Rómába ment, hogy megszerezze művéhez a nyomtatási engedélyt, nem lépett kapcsolatba a római inkvizícióval, melyet okosan tett volna, hanem ahhoz a Riccardi Páterhez fordult, akinek az aranymérleg publikációja ellen sem volt semmilyen kifogása. A domonkos csupán annyit tanácsolt neki, hogy mondjon le a címbéli árapály megjelölésről, hiszen mindenki tudja, hogy az az ő bizonyítéka a heliocentrizmusra. Emellett a műhöz egy előszót kellett fűznie, melyben kinyilvánítja, hogy ő maga nem kíván állást foglalni a vitában. Galilei beleegyezett, megírta az előszót, és művét bemutatta a pápának. Nyolcadik korbán ismét időt szánt rá, életre szóló, bőséges egyházi nyugdíjat ígért neki, melyet meg is kapott, hogy így legyen ideje kísérleteivel foglalkozni, és végül arra kérte, hogy a könyv befejezésénél tegyen utalást Isten minden hatóságára. Ez csak formális kiegészítés volt mely egy hívő katolikusnak, amilyen Galilei egész életében volt, nem okozott problémát. Így, amikor a nyári kánikula fenyegetett, és Rómában a pestis kitörése alkalmas indokot szolgáltatott neki, Galilei meggyőzte cenzorát, Rickardit, hogy adjon neki egy kitöltetlen imprimatúrát, megígérte neki, hogy a könyvet még egyszer a firenzei inkvizíció előviszi, és Rómában kinyomtattatja. A firenzei inkvizítorokra a római ajánlások túl nagy hatással voltak ahhoz, sem hogy a kiadást halogassák. Így a csillagász ezt az imprimatúrát is megkapta. Riccardi tulajdonképpen értéktelen, kitöltetlen engedélyével a dialógus végül is Firenzében és nem Rómában került a nyomdába. Amikor az első példányok 1632. májusában megjelentek a Vatikánban, kitört a botrány. A pápa, Riccardi és a római inkvizíció emberei tajtékzottak a dühtől. Az inkvizítorok azért, mert senki sem kérdezte meg őket, Riccardi pedig azért, mert úgy látta, visszaéltek bizalmával. Nyolcadik Orbán pedig amiatt dühöngött, mert Galilei a mű végső megfogalmazásában a pápa szavait Isten minden hatóságáról éppen az ostoba szószátyár és makas szimplicius szájába adta. Egy a pápa kérésére sietve összeállított szakvéleményben az inkvizíció emberei tanúsították, hogy a dialógus semmiképpen sem becsületes és kiegyensúlyozott, hanem teljes egészében részrehajló, és így egyértelműen ütközik minden megállapodással. Galilei ezzel nem csak egy csapásra játszott el minden szimpátiát, de nem kívánatos személyé is vált. Nyolcadik Orbánt ellenségei eddig azzal gyanúsították, hogy eretnekeket védelmez, most azonban eljött az idő, hogy példát statuáljon. Galileo Galileinek a Barberini pápa egykori kegyeltjének nyakába pertakasztottak. 1632. szeptember 23-án megkapta az idézést, hogy haladéktalanul jelenjék meg az inkvizíció főfelügyelője előtt. A csillagász lelkében, aki addig hit sérthetetlenségében, egy világ omlott össze. Orvosi igazolásokkal háromszor is megpróbálta magát kivonni a római utazás alól. Csak azután érkezett 1633. február 13-án az örökvárosba, miután a pápa elővezetési parancsal fenyegette meg. Mielőtt 8. Orbán az őrizetbevételéhez ragaszkodott volna, Galilei a Medici villában lakott. Börtöne egy magas beosztású kongregációs hivatalnok lakása volt, aki ráadásul a heliocentrizmus híve volt – így az inkvizíció idézőjeles fogjának most hivatalosan öt luxus szoba állt rendelkezésére, saját szolgálókkal, ellátását pedig a Firenze rezidencia biztosította. ahelyett, hogy az esetet rögtön átadták volna az inkvizíciónak, amelyben Galilei túl sok ellenfelet szerzett magának, a pápa külön vizsgáló bizottságot hívott össze unoka öcse, Francesco Barberini fiatal bírboros vezetésével. Előre megnyugtatta a firenzei követeket, bár Galilei rákényszerítette az egyházat, hogy ítélkezzék fölötte, ez azonban jó indulattal fog történni. Galilei rögtön az első meghallgatásán Eskü alatt hazudott, letagadta, hogy bellárménó bíboros előzetesen figyelmeztette őt, és kijelentette, hogy könyve semleges álláspontot képvisel. Mikor az első hivatalos meghallgatása során könyvének egyik példányát eléje tették, az hirtelen teljesen idegennek tűnt előtte. Ha valóban a pártoskodás éves benyomását kelti, akkor ez csak tudósi híjúságának köszönhetné. Írhatna viszont egy folytatást, ahol tisztázhatna mindenféle értést. Másnap azt vallotta, hogy a geocentrizmus hívévé vált. Így tagadta meg a nagy csillagász 1633. június 22-én a Santa Maria Soprami Nerva templomában egy ceremónia keretében a heliocentrizmust. Amit a későbbi legendákban sötét pillanatként, a felvilágosodás ellenes egyház pőruszi győzelmeként tartanak számon, meglehetősen kis stílűen zajlott. Az elítélt letérdelt egy párnára az oltár előtt, kezét rátette a Bibliára, és elmondott egy jogi formulát, mely alapjában véve csak egy hűségnyilatkozat volt az egyház felé, melyben kijelentette, hogy mindig hittem, jelenleg is hiszek, és a jövőben is Isten segedelmével hinni akarok mindent, amit a katolikus és apostoli egyház igaznak tart, prédikál és tanít. Ezután keresztet vetett és aláírt egy okiratot, mielőtt bírái kihirdették az ítéletet, Galilei nem követte el az eretnekség vétkét. De kétségtelenül figyelmen kívül hagyta az engedelmességi kötelezettségét a szentszékkel szemben, megszegte saját ígéretét, és a pápát is rászette, és mindezt nem csekély mértékben. A dialógust ezért be kellett tiltani, őt pedig házi őrizetbe vették, maga az ítélet is ellentmondásos volt, tízből három bíboros alá sem írta, köztük a pápa unoka öccse sem. A híressé vált mondat, és mégis mozog a föld, melyet Galilei állítólag kifelé menet mormolt, az utókor szüleménye. Először egy 1645-ös festményen tűnt föl, mely a Murillo iskolában készült, és Galileit valódi börtönben ábrázolja egy olyan helyen, ahol sohasem fordult meg. Ahelyett, hogy évekig sínlődött volna a börtönben, a csillagászt másnap elengedték vatikáni luxus lakosztályából, és átvitték a Medici villába. Egy nappal később megkezdte büntetése letöltését. Először barátja és tanítványa, Ascianio Piccolomini püspök palotájában, Szienában, mivel Firenzében éppen kitört a pest is. 1633. december 1-én Galilei visszatért otthonába, a Firenze melletti professzori luxus kúriájába, ahol az elkövetkezendő kilenc évben békében élt és dolgozott, gazdagon ellátva a mediciektől kapott havi nyugdíjjal és az éves vatikáni járadékkal, melyet 1630-ban ígért oda neki 8. Orbán, és aminek folyósítását soha nem szüntették meg. 1633-ban megjelent főműve a diszkorzi, mely a mechanikáról és az esési törvényekről szól. A mű a modern fizika alapművévé vált. Nem sokkal ezután Galilei megvakult. Az egyházzal megbékélve, a betegek szentségével megerősítve hunyt el, végső útjára a helyi plébános kísérte. Csak diákjai kísérlete vallott kudarcot, nem emelhettek neki díszes emlékművet, mivel a pápa ezt provokációnak találta. Matematikailag csak 1687-ben bizonyította be Isaac Newton a Kopernikuszi világképet a gravitáció törvényeinek felfedezésével. Fél évszázaddal később, 1741-ben az egyház azzal rehabilitálta Galileo-Galileit, hogy a Szent Officium 14. Benedek pápa utasítására egész életművére kiadta az imprimatúrát. 1979-ben II. János Pál megbízta a pápai Tudományos Akadémiát, hogy tudományos szempontból is dolgozzák föl a híres esetet. 1992. október 31-én átadták a pápának a kutatási jelentést, Második János Pál pedig egy beszédet mondott, melyet legtöbbször tömören csak bocsánatkérésként tartanak számon. A pápának valójában az volt a célja, hogy eloszlassa a tudomány és az egyház közötti kölcsönös félreértéseket. Emellett a Kopernikus földjéről származó főpásztor 1992. november 2-án megismételte Galilei hivatalos rehabilitációját. Ekkorra a hívő katolikus pízaiból már rég mártért faragott magának a racionalista ateista természettudomány, az állítólag tudományos ellenes és a középkorban ragadt egyház ház áldozatát. Bertolt Brecht Galileo című drámájában az eset az egyház puszta hatalmi kérdésévé redukálódik. Ha a föld többé nem a világ mindenség közepén áll, Péter széke nem állhatna a föld közepén. Galilei tehát azért ítélték el, mert rászette a pápát. Az egyház nagyon is nyitott volt a tudományjal szemben, de nem volt még kész arra, hogy revideálja a világképét, és újraértelmezze a Bibliát, mielőtt egyértelmű bizonyítékok álltak volna rendelkezésére. Ki kellett oktatnia a tudós Galilei afelől, mit is jelent egy hipotézis, hiszen az általa hozott bizonyíték, az árapájtana végül teljesen tévesnek bizonyult. Bár Galilei a megfigyelésen alapuló tudomány atya, ami a tudomány elméletet illeti, abban az egyház némiképp megelőzte őt. Galileo Galilei nem felfedezései és elméletei miatt került nehéz helyzetbe, hanem vitatkozó kedve és elhamarkodott ítélethozat arra való hajlama okán. Dacos stratégiájával hamisan játszott, egyházi pártolóit ellenségei vétette. Ezzel egy időben megvolt benne az a nagyság, hogy bevallja, túl messzire ment és végül kibékült az egyházzal.